Létfontosságú, hogy az otthonunkban szemmel tartsuk a szerkezetek állapotát, mondta Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvívője. Az ingatlanjaink vagy egyéb tulajdonunkban lévő tárgyak, eszközök, a megoldások is az idő elteltével már megkophatnak. A kémények vagy az égés elvezetők más néven, ezek felülvizsgálata és karbantartás is rendkívül fontos. Az égés elvezetők, vagy kémények felülvizsgálata szilárd fűtőberendezések esetén évente. Gázza a történő fűtőeszközök esetében pedig két évente esedékes. Ezt a 18-18-as menüponton a kilent... 9.1-es menüpont alatt tudjuk értesíteni adott esetben a kéményseprőket, illetve van még egy másik felület, ez a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu. Ezen a weboldalon pedig találhatunk egy ilyen menüpontot, almenüpontot, ami pedig az ellátási területet jelenti. Ide az irányító számot, természetesen a lakókörnyezetünk irányító számát begépelve pedig majd ki fogja listázni azokat a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltatókat, akik ezt a területünkön elvégzik, amit megint csak fontos megjegyezni, hogy ezt a lakosok ter Természetes személyek esetében ez ingyenesen végzik ezt a kéményseprést, még a gazdálkodó szervezetek esetében pedig ez térítés ellenében történik meg. Őket egy sor munka, e, lista kapcsán le is látogatják, itt viszont a lakosságnak, tehát a természetes személyek maguknak kell gondoskodnia. Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a karbantartás, és ne a téli időszakban kelljen heteket várni a hosszú várólista miatt. Célszerű már nyáron megkeresni a kéményseprőket. Jelenleg két hét az átfutási idő. Ennek elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Akkor itt a Tolnavár katasztrófa Védelmi igazgatóság is beszámol éves szinten arra, hogy bizony a tűzoltóknak is, tűzoltóknak is bőven akad dolga, tehát a Tolnavár tűzoltóknak is bőven akad dolga sajnos ilyen eseteknél. 2020-ban 22, 21-ben 20, 22 és 23 ban pedig 27 és 27 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, ahol kéménytüzek keletkeztek. Ebben az évben, itt most ugye augusztus viszonylag még elején tartunk, 16 alkalommal már kellett már beavatkozni kéménytüzeknél, tehát ez a szám nem kicsi, és értelemszerűen itt van majd még a téri fűtés azon, ami, majd, ami most veszi majd kezdetét, tehát ezzel még bőséggel számolni kell. Fontos, hogy a közvetlen környezetünkben élőknél, idősebbeknél, szomszédoknál is érdeklődjünk, hogy gondoskodtak-e már a felülvizsgálatról, és nyújtsunk ebben segítséget nekik, ha szükséges.